Sziasztok, srácok! Ebben a videóban általános amőba stratégiákat szeretnék bemutatni. Hát egy körülbelül mesterszintű játékos vagyok, világos nevű nickkel fogok játszani, és akkor lássunk is egy meccset. Amint elfogadják a kihívást. Igen, egyébként egyetemista vagyok, 27 éves. Annak idején még 13 évesen kezdtem el amőbázni. A legmagasabb pontszámom 560 volt piros jelvénnyel. Úgy látszik, nem fogadják el. Lássuk, na lássuk. X-el kezdett. Azt tudni kell, hogy az amébában az X-nek minimális előnye van csak, tehát teljesen nyerni nem tud, kezdéstől számítva. Itt ugye hármasokkal rögtön támad, általános stratégia. Általában a messzebb lévő végén érdemes védeni. Ez megint egy általános stratégia. Itt valahol védeni kell. Védjük mondjuk itt. Fenyegetve ezzel a hármassal, ha mondjuk itt próbálna hármast szegni. Nem, akkor itt mondjuk itt kell védeni, hiszen itt fenyeget dupla hármas létrehozni, tehát ezt kivédjük. Valószínű ide fog tenni, támadni fog. Amit itt ki kell védjek, nem. Ez tip, igen, ez is egy tipikus kezdés. Itt megint fenyeget nyerni. És ezt valahogyan nekünk védeni kell. Hát mondjuk, hogyan védjük. Az amébában egyébként fontos átgondolni a lépéseket, tehát az észtelenül rakott lépés nem vezet sok jóra. Mondjuk így védjük, meglátjuk, mi lesz belőle. Ezt, számítok erre a lépésre, hogy ezt mikor én most lépi meg, így van. És valószínű most pedig ide fog rakni, nem oda. Na ez tipikusan egy rossz lépés volt, ugyanis ezt nem tudja tovább építeni, tehát én a helyébe ide raktam volna, és valószínű ezt erre a hármasra alapozott az ellenfelem Temujin. Nem áll rosszul, elmondom, hogy nem áll rosszul, nagyon fontos a kezdeményezés. Igen, igen, igen. Ezt kötelező, én szerintem itt védenem. Kérdés, hogy ő bepróbálkozik-e itt, de ennek sok értelme nem lenne az ötössel. Egyébként 27 éves vagyok, és egyetemista. Azt mondja, hogy ő most ezt itt akar valamit, de itt nem jönne össze semmi, itt esetleg. Itt érzem, hogy itt akadályozni kell, úgyhogy mondjuk... Hát próbáljuk meg itt. Itt egyelőre én szerintem ezzel az ötössel sokat nem fenyeget. De majd kiderül. Egyébként elég jól áll, ami azt illeti. Hát ezt kivédjük. Igen. Itt ez, itt lesz valami? Nem. Tehát itt ebből a négyesből én szerintem nem lesz sok minden, ha itt megpróbál. Nem próbál meg. Aha. Igen, itt például nyerés fenyeget, ide, 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 és ugye folyamatosan védeni kell őket, tehát itt védekezni kell. Kérdés, hogy hogyan, mert közben itt is fenyeget, hát mondjuk akkor védjük ki körülbelül így. Nem játszik rosszul Temujin. Nem tudom ki, de nem játszik rosszul.
Valószínű ez lesz a következő lépése, én legalábbis ezt lépném. Az amibában nagyon fontos, hogy a kezdeményezést megtartjuk, és azt helyesen építsük tovább. És ha ide tesz, nem oda. Ez nem volt egy jó lépés, mert most ide teszek, itt tud valamit? Nem. Nekem viszont kötelező ide tegyek, mert fenyeget ez a négyes, igen. Na, lássuk. Ellen támadni jelenleg nem tudok. Hát ezt itt védem. Nyilván ezen az oldalon kell, hogy itt megelőzve bármi ötletet itt. Na, lesz ebből nyerés, Temüdzsin. Nem, azt itt védjük. Igen. Most megfojtotta magát, nem tudta jól tovább vinni, én szerintem. Most jelen pillanatban a kör jobban áll. Igen, itt lenne néhány ötletem, viszont akkor ő itt rögtön kivédené, elrontaná nekem ezt a szép szerkezetet. Tehát ha ide tennék, most azért nem itt védem, mert akkor ő ide tenne, és az nekem nem a legjobb. Úgyhogy emiatt most itt védek. Így van, védi, ide, azt mondja, hogy négyes. Na nézzük meg, mit tesz mondjuk egy ilyenre. Mondjuk, mit tesz egy ilyenre, támadjunk. Hát akkor ezt kivédjük. Igen, és most? Vajon ide tesz? Megpróbálkozik itt az ötössel? Uh-huh. Jelen pillanatban... A kör jobban áll. Tehát jobban állok. Én szerintem. Elnézést kérek a vérprofiktól. Én azért még nem szám. Igen, oda tesz, ezt egyértelmű védeni kell. Így van. Most itt védhetnék, ami... Most, hogyha viszont itt védenék, ő valószínűleg ezt itt rögtön észrevenné, és elrontanám ezt. A lehetőséget is ezért... Inkább a másik oldalon védek, nem akarom, fenyegetve itt a nyeréssel, amibe is jött, hiszen, tehát ezt a partit megnyertem. Így. Én szerintem. Hát itt még lehet némi, igen, itt lehet némi ide, így van, de ezt ki fogom védeni itt, tehát itt lehet némi, itt, ez lesz valószínűleg a következő lépés, ez itt. Vagy ott, hát igen, most pedig ide fog tenni valószínűleg, ide, H4-re. Tehát ide, ezt itt kivédem, és nem, akkor viszont... Ezt nyertük. Jól van. Kapunk-e visszavágót? Nem kapunk visszavágót. Akkor nézzünk más valakit, és rejtélyes okból engem kidobott most a szerver. Nem tudom, egyébként mindig ezt csinálja. Srácok, egyébként a videó célja az is, hogy hát bizonyos páran már ismerhetnek, akik régebb óta játszanak a szerveren. El kell, hogy mondjam, hogy én igazából soha nem szoktam csalni, vagy nem igazságos eszközökkel élni. Egyrészt azért, mert elrontja a játékélményt, másrészt pedig hát egyszerűen az amőbát élvezni kell, és a játékot, és azt mondom, hogy aki tisztességtelen eszközöket vesz igénybe, például aki géppel játszik, egyszerűen önmagát fosztja meg az élménytől. Tehát én, világos nevű ember, illetve világos nikkel rendelkező ember, én nem szoktam ilyen eszközöket alkalmazni. Na jó, játszol. Ja, hogy egy perc. Nézzük az egy percet. Nézzük Dugit egy perc alatt. Hú, ezt a táblát nem túlzott. Mi ez? Ez mi? Nem én irányítok. Aha. Ja, hogy most én kezdek így körrel. Értem, akkor ez nekem nagyon jó. Ja, hogy most itt én jövök? Vagy ez mi?
Ez micsoda? Most én vagyok az X akkor? Ez fura. Tudják, a régi amőbában nem volt ilyen, tudjátok. Furcsa nekem ez. Sőt, ez meg is lepett ez a kezdés, olyannyira, hogy valószínűleg ezt már elvesztettem. Ez fura, tehát a régi amőbában nem volt ilyen, ráadásul, hogy egy perc. Ez fura, tehát én ezt túl nagy előnynek tartom egyébként másokkal szemben. Hát itt ezt most éppen ki tudom védeni, de ez engem nagyon meglepett ez a kezdés. Meg kell, hogy mondjam. Hát tessék, ezt nem tudom kivédeni. Nem tudom, tehát én inkább feladom. És most ővele kell játszanom megint? De hát ez... De most ő van az X-el, és hatalmas előnybe került velem szemben. Tehát ezt nem egészen értem. Hogy most ő miért tehet... Nem... Tehát... Én úgy gondolom, srácok, hogy ez fura. Tehát mióta az amőba megváltozott, és bevezették ezeket az új, különböző szösszeneteket, azóta egyszerűen szerintem elszúrták. Mert egyszerűen most ő nem azért nyer, mert ő jobb nálam, hanem mert éppen kihozott egy ilyet, amit nem tudtam, mert nem következhettem úgy, ahogy kellene. Tehát ezt már ő megnyerte. Fel is adom. És ezt nem tartom igazságosnak. Tehát ezt, és akkor ráadásul megint nem tudok játszani, nem tudok tőle elmenni, ezt nem. Ilyet nem játszunk. Na lássunk egy programost! Lássunk egy programost! És mutatok egy taktikát, ami videóim során gyakran fogok mutatni taktikákat. Ez például egy nagyon erős kezdés. Hát, bizonyos mértékben szokták SV-nek is nevezni, én szerintem. Egyébként az fontos tudni, hogy az SV önmagában nem kivéthetetlen. De az SV-t azt teszi nehézzé, hogy konkrétan tudni kell hozzá a megfelelő nyitásokat, illetve a megfelelő védelmet. A megfelelő védelem nélkül az SV-t kivédeni nem lehet. Kíváncsi vagyok most erre, mit tesz. Igen, itt így. Na. Igen. Most itt egyet támadunk. Na vajon valószínű fönt fogja védeni. Fönt. És lent védi, akkor itt megyünk tovább. Igen, itt nyilván a 2-3-ast védenem kell. Itt vajon vehetnek ide, ide, ide. Ho-ho, ez bizony majdnem nyerés. Itt a kör szinte bizony nem biztos, hogy nyert. Ezt már, igen. És nem. Nyilván védenem. Aha, hogy itt fenyeget a 2-4-essel. Nagyon okos. Nagyon okos. Vajon itt a hármasát? Itt akadályoznom kell a hármasát. Ó, értem. Itt már ő valószínűleg nyert. Tehát ő ezt megnyerte. Ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire erős programja van. Ugye később, most ha itt akadályozom, akkor ő ide tesz, ide tesz, ide tesz, ide tesz, és ezt már én elviekben nem tudom kivédeni. Ez igen, ezt nem gondoltam volna. Lássuk. Nem.
Aha, most ide. Fú, ez nem egyszerű. Tehát nem tudom, hogy itt vagy itt. Ide, akkor így, ide. Itt van, lehet valami ötlete ezen az átlón. Ide. Nem tudom, srácok. Nem tudom. Fogalmam nincs. Hát, próba szerencse, de ezt már valószínűleg az ellenfelem megnyerte. Ezt védeni kell, utána meg itt valami. De itt nem, tehát itt ő nem tud. Igen. Most ide fog tenni. F6-ra. Úgy van. Ide. Ja, igen, és akkor itt lesz meg. Ó, ez igen. Ez igen, itt fog járni ezen az átlón. Hát. Jól van. Ebből is tanultunk. Lássuk a következőt. Ja, ne felejtsük el, hogy ellenfelünk programot használ, tehát ez a piros felkiáltójel elég erősen mutatja, azért egy 300-as, én szerintem egy kicsit erős. Tehát ez, igen. Hát a fene tudja. Ez is érdekes, na itt vajon mire készülhet? Ha ide teszek, akkor ő ide fog tenni, és itt már kialakít eleve egy fenyegetés. Na vajon ezt hogyan? Akadályozunk inkább. Az amiben nagyon fontos az, hogy egyszerre védjünk, illetve akadályozzunk. Hát, ahogy látjuk, sajnos a szakijelvényünk elveszett. Most azért kell itt védjek, mert különben ő itt kialakít egy hármast, amit később itt összekapcsol, tehát én szerintem itt kell védeni. De ez relatíve, el kell mondjam, egy nagyon erős kezdés eleve. Tehát ez azért nem semmi. Itt megint, hogyha nem itt védek, akkor itt a hármas, ez, akkor itt már ő nyer. Lássuk. Az amébában nagyon fontos az, hogy egyszerre támadjunk és egyszerre védekezzünk. Aha, itt pedig itt a fenyegetés. Itt egy ötös, és itt a kétszer négyes. Tehát ezt kell nekünk valahogyan kivédeni. Valahogyan, de hogyan? Vajon ide, vagy ide? Vagy mondjuk itt, ugye? Azt mondtam, hogy nagyon fontos, hogy egyszerre támadjunk és védekezzünk. Nem tudom, srácok, ez erős. Ez a program erős. Legalábbis jelen formámba engem el tud. Itt, hát itt nyilván fenyegetek, ugye támadok. Azt el kell mondjam, hogy az nem sikeres stratégia, ha valaki csak védekezik, mert ha a másik jó, másik erős, akkor azt relatíve gyorsan le fogja nyomni. Hát srácok, itt már ő nyert. Ja, most ide kellene tegyek, mert ide teszek, és itt megvan neki a kétszer négy. Hát, tegyek ide. Akkor meg itt hármas, itt, ajjaj, azt már nem tudom védeni. Ez igen. Srácok, fogalmam nincs, hogy mit csinálják itt. Hát lássuk. De most ide fog tenni, ide, L6-ra. L6-ra fog tenni, vagy, igen. Igen, ettől féltem. És védem, itt ki kell védeni a hármas. Nem, oda védem, ő ide, először ide fog tenni, ide, és itt megvan neki a két hármas, nem tudom kivédeni. Hát ez erős program. Úgyhogy most valami mást
csináljunk. Valaki más ellen próbáljuk. Ez erős program volt, ez meg kell mondjam, meglepett. Az eddigi maximum egyébként még 13-14 éves koromban 550 volt, ez meglepett. Tehát ez a 300-astól. Nézzük a vándort, mit tud. Ha elfogadja. Ez meglepett, ez, hogy a program ennyire erős, vagy én voltam gyenge, nem tudom. Ez engem meglepett. Tehát az amoebában, ahogy mondtuk, nagyon fontos az, hogy lehetőleg egyszerre támadjunk, egyszerre védekezzünk. Igen, na most bemutatok egy másik nagyon népszerű kezdés, és ő most ide fog tenni valószínűleg, nem. Akkor egyébként ez a 3-as X-el viszonylag már elég erős. Tehát, ha X-el kezdünk, és ki tudjuk hozni ezt a 4-es sort, és akkor itt található négyzetek, 1003 négyzet valamelyikére, ha tudunk tenni, ez már relatíve egy nagyon erős kezdés. Itt már szinte elmondhatom, hogy itt már nyertem. X-e. Hát ő neki most esetleg itt lehet egy ötlete, E6-ra, ha tesz, akkor ugye nekem azt védeni kell. És nem. Sőt, itt azonnal nyertünk. Ide. Igen. Itt nyertünk. Lássuk erre, mit csinál, de ez már nyert helyzet. Tehát vagy itt támadok, ide felmegyek, ő itt valamit tud csinálni, de pont meg lesz. Tehát itt már nyertem X-szel. Így, igen, ez már nyert helyzet. Igen, itt meg lesz a két X, tehát ide teszünk, itt most neki védeni kell, itt támadunk. És ő most itt hiába rakja ki az ötöt, úgy, mert most ide teszünk, ő most itt ezt védeni fogja ugyan, és nekem ide kell majd tenni, tehát így, viszont megint fenyegetünk, és ez már védhetetlen. Tehát ez abszolút nyert helyzet az elejétől fogva. Tehát amit mutattam, ez az átlós kezdés. Átlós és ide valamelyik oldalát átlósan mellé, ez egy relatíve elég hatékony eszköz tud lenni. Sőt, nézhetünk akár egy ilyet is. Így van, adjunk visszavágót. És egyébként én személy szerint körrel mindig így alá szoktam tenni vagy fölé. Tehát amit mutattam, ez az átlós taktika. Nos, hogyha az ellenfél így átlósan kezd, akkor én általában utánozni szoktam egyen lejjebb. És akkor ő általában mindig így lezárja. És itt ez most érdekes, hogy itt felülérné meg akadályozni, hogy itt ne tudjon itt építkezni, vagy itt erre. Tehát az nagyon fontos az amőbában, hogy az amébában nagyon lényeges a kezdeményezés, egyszerre támadjunk, illetve védekezzünk. Na lássuk. Hát mondjuk, ha ide fogok tenni, akkor ő ide fog, én akkor ide teszek. Így van. Hát lássuk. És elképzelhető, hogy ő ide tesz, de oda tesz, ahol mondtam, akkor én ide. Ez nagyon gyakori kezdés. És X-nek azért elég jó. Nem tudom, srácok, ez vesztesnek néz ki. Fú. Hm.
Ugye most itt neki van egy ilyen ötlete, hogy ide tesz, ide tesz, ide tesz, és itt megvan neki a két négyes, tehát nekem itt valamit akadályozni kell. Ide, 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 aha. Hát akkor ide teszek. Hát ez érdekes, lesz egy-egy. Szóval ide, hogy itt ne legyenek ötlete, ide fog tenni. Ide. H3. Utána itt meg, és nem. És nem. Ó, nagyon okos. Nagyon okos. Itt kivédem, ő ide fog tenni, és itt megvan neki a két négyes. Gyerekek, ez ahhoz képest, hogy első videó eléggé gyengécske. Hát itt már gyakorlatilag veszt. Ezt még nem láttam, ezt a taktikát. Most kivédem, hogy most ide fog tenni. Ide. K4. Úgy van. És ezt mondtam, itt megvan neki a két négyes. Igen. És még hogyha itt próbálnám védeni, még az sem megy, mert ide is ezt védeni kell, és akkor itt megint megvan. Hát ezt már ő megnyerte, na mindegy, egy kicsit hátha. De nem, észrevette, igen. Jó, most nézzük meg, mire megyek megint X-el. Most mutatni fogok egy viszonylag nagyon erős kezdést. Ezt gyakorlatilag egy az aktuális bajnoktól lestem el. Ez itt, hogy a két X között van egy két négyzet, és itt így felfelé. Tehát egyel ilyen L-alak, tehát az L-alaknak a kialakítása. Ez viszonylag elég erős kezdés X-szel. És itt pedig tipikusan ez a két párhuzamos X. Ez az, ami viszonylag erős. Tehát itt például itt lehetnek ötleteim, vagy mondjuk egy ilyennel. Lássuk. Tehát ez nagyon erős kezdés viszonylag. Itt ez a három. Gyakorlatilag ez már szinte nyert helyzet X-nek. És igen, ez hiba volt. Itt már, sőt. Igen, itt a nyerés. D6-on. Tehát ezt most védeni kell, és D6. És hogy védi ki? Sehogy. Tehát amint mondtam, ez a ferde X, amit mutattam, ez egy nagyon erős kezdés. Tessék. Ennyi. Jó, hát próbáljunk meg még egyet. Most körrel remélem nem vallok kudarcot. Igen, itt az L alakot, ha tartjuk, az rosszra általában nem vezet. L alak. Igen. Látjátok, ő is betartja ezt az L alak féleséget. Hát most akadályozzunk. X-el egyébként az amébában nagyon fontos a kezdeményezés, illetve a kezdeményezésnek a megőrzése. És látjátok, most ugyanazzal a taktikával próbálkozik, mint én az előbb. Ugye most itt 4-es, és itt a 2x3, tehát itt valamit kell tenni. Mondjuk tegyünk ide. Srácok, egyébként gondoljátok, leírhatjátok, hogy ti mióta amőbáztok. Egyébként lehet, itt vannak ötletek, H3, H5, itt van egy 3-as. Igen, akkor ő oda fog tenni.
Egy kicsit ráijesztünk, most ő itt fogja védeni. Lássuk, hogy... Sőt, ez nyert helyzet, bocsánat, ez nyert helyzet, tehát nyertünk. Én szerintem. Igen, így. Ez már nyert helyzet, tehát világos nyert, 2-2. Elvileg. De nem akarom elkiabálni. Itt, és itt a 2x3. Igen. Ez nyert helyzet. Gyalázatos volt a kezdésem, ezt aláírom. Akkor megvan. Így. Jó. És most megint kidobtak minket. Megint kidobtak minket. Hát, srácok. Tapasztalatokat, illetve tippeket nyugodtan lehet a videó alá írni. Úgy érzem, hogy most el kell. Na lássuk, kivel játszottunk. Megpróbáljunk. Vitalende. Nem akar. Vándor? Roger? Nem, ő egy kicsit... Inez! Játszunk egy 2 perces Inezzel. Lássuk, melyikünk gyorsabb. De ez megint mi? Ezt nem én teszem, srácok. Tehát nem tudom, hogy ez micsoda. Ja, ez ilyen megint kezdés. Értem. Na most már legalább... És nagyon kicsi a hely. Hát igen. Ez fura nekem. Tehát a régi amivában nem volt ilyen rendszer, meg ilyen megvágott táblák. Ez gyakorlatilag egy kicsit az a rossz ebbe, hogy akkora előnyt ad annak, aki előfizető, hogy szinte ezt már nem nagyon lehet egy nem előfizetőnek. Ezt. Hát itt nem is tudom, srácok. Jó, hát védjünk. Nem tudom, srácok. Ide, és itt nincsen semmi. 1, 2... Itt van valami? Nincs. Nincs. Igen. Most ide fog, F5-re. Vagy nem. Jó, hát akkor tegyünk mi ide. Ez fura. Tehát ez, hogy megszabják, hogy én hova tegyem, mi a kezdés, ez, én mondjuk ezt nem tartom egy felhúzásnak a Fly or Die-tól. Itt nyilván ez itt a fenyegetés. Itt, D6-on. Támadjunk egy kicsit, ijesszünk rá. Itt, igen. Itt, igen. Így. De én ezt semmiképpen nem tartom egy felhúzásnak. Jó, persze, én hívtam ki, vagy én fogadtam el, oké. Hát most ugye 16 másodpercen maradt. Kérdés, hogy emellett ez elég lesz-e?
valamire vagy sem. Védeni kell. D6-on. És most? Ja, hogy most rámegy az időre, értem. Tehát gyakorlatilag ez már egy eleve viszonylag... Igen. Hát itt most idővel. Igen. Hát most akkor megpróbálunk gyorsak lenni. De ezt én nem tartom egy fair lépésnek. El kell, hogy mondjam. Túl nagy előny az előfizetőnek. És akkor ő pontosan tudja, hogy mire számítson. Sokat vesztett a Fly or Die. A régi hírnevéből ezzel. És nyilván ez volt itt a fenyegetés, ő ezt kivédte. Most ő ide fog tenni. Kivédem, utána mi? Utána meg valószínű itt akar valamit. Tehát így, védem, aha. Na srácok, ti mit tennétek ilyen helyzetben? Tehát ez furcsa, ez nekem nagyon furcsa, hogy 260 pontos, és ekkora nem támad? Ajjaj, hát ez nem volt egy jó lépés. Akkor támadjunk mi. Igen, itt bármilyen ötletet ezen az átlón vegyünk el. Itt akar valamit, és itt pedig az ötösökkel akar szórakozni. És itt egyszerűen muszáj, muszáj, hogy itt óvatosak legyünk, jaj, és így már nyert is. És én, tehát utálom egyszerűen ezt a táblát, el kell, hogy mondjam. Tehát ez egyszerűen, hogy csak azért nyer, mert egyrészt ilyen a tábla, másrészt, mert lecsökkenti a játékidőt, és szóval nem tudom, srácok, de... És megint nem én teszek, tehát nem játszok többet így. Tehát ez nagyon furcsa nekem. Na ez például egy nagyon erős kezdés, ahogy mondtam. Így, és most ő valószínű ide. Nem. Akkor támadjunk. És nyerjünk. Puff, puff. És nyertünk. Tehát ez mondjuk érdekes, srácok, hogy ekkora előnyt kap. Jó. És gyakorlatilag megint nem tudok kimenni. És 2 perc, na lássuk. Elvileg most én itt elkezdtem jobban állni. Ide. Támadjunk. Így, aha. Itt most ez itt az ötlet, és itt valamit építkezni. Aha. És ő ezt hagyja. Így. És itt akar ő valamit? De hát ez messze van, mit akar itt?
Na lássuk, vagy itt esetleg. Így. Így. Aha. Na hát most akkor egyet akadályozzunk. Tehát nagyon fontos az, hogy egyszerre támadjunk. Hát ez mi? Uff. Hát ez ennyi. Összességében ezt ő elrontotta, nem mondom, hogy annyira ügyes voltam. Úgyhogy... Srácok, én elsőre köszöntem is a figyelmet, és ha szeretnétek további videókat látni, akkor szívesen látok mindenkit. Véleményt szívesen veszek a komment szekcióban. Köszönöm. Sziasztok!